Beehive pubban élőzenés. De már kis vagyunk. Róla nagyon-nagyon pakolászik most, nem zavarom. Nagyon beleillik a környezetbe. Szuper, hely. Szuper, szuper. Jó lesz, ugye? Hát reméljük. Jó. 2000. Ez itt így elég kényelmes lesz, nem? Igen, így öreg ember esnén itt ide leülni. És szórakozik. Az angol szászokat. Az mi? Sima kóla. Sima. Sajnos a sofőrünk és a van egy ilyen óriás túlkapcsolat. Kb. 200 ember elfér. Sofőrünk, masszőrünk. Tehát valamilyen van nehéz meg rá. Úgyhogy nekem kell a vezetnem. Nekem kell pakolni is a cuccaiba. Mi hype? Ebben a szórakozó élőzenés papa játszik ma este. Swindonban van. Ilyen kis város Birminghamtől egy jó két óra. És mi neved? Ők itt a helyi magyarok. Szevasztok! Nem helyi magyarok, képesek voltak egy órát autózni, miattunk, mekkora király már, nem? Helyi magyarok, bocsánat. Figyelj, minden lehet volna jobb dolgotok ma estére? Nem. Mondjuk holnap megyünk jó messzire majd, de nem sokszor adatik ilyen alkalom, úgyhogy voltunk vele, hogy hát a hétre szívesen eljött. Nagyon rendes volt, hogy eljöttek. Egyszer csak megcsapta a fülemet valami magyar szó, magyar hangzás. Na most is nyelv, na megy tovább. Ez egy kis szerelem. Ez a Rolandnak a technikai malőrje. De nézzük meg, milyen szép kis kandallal előtt játszunk, nem? Ilyen, milyen dohos ez a hely, valami több évtizedes kocsma, vagy nem tudom. Ott a bárpult, és ott van két magyar. Nem kettő, csak egy. Ahogy hallják. Ja, csak egy, bocsánat! Hello! Hello! Szia! Még egyek! Szevasztok! Szia! De jó fejlődtök, hogy jöttetek, köszi szépen! Szia! Nagy Iván szalkoink! Én angol tabokba ugye! Nagyon hangulatosan! Nincs füst! No, what I mean? Ez a legvége a történetnek. Egyet lehet próbálni, vagy? Nézd meg, angol kocsma sportban, hogy jelent. Úristen, én nagyon régen csináltam ilyet. Hoppá! Hányadó! Elég gyenge volt. Angol kocsmas fordulóban nem vagyok, de majd fejlődött. Na, egy angolossal. Hát a szerencsét volt. Ez hol az ottat hallod? Ez nem fél rá a képet. Hogy már még nem érdekel,
Gyere haza, csak ennyi kell. Még egyszer. Boldogság, gyere haza, késő van. Gyere haza, honnan jössz, nem érdekel. Gyere haza, csak ennyi kell. Igen, igen, tök biztos mondom. És voltak magyarok is, úgyhogy együtt énekeltünk. És nagyon tetszett a közönségnek. Elmeséljön az öreg bácsi sztorit, azt mesélj már. Mit meséljek róla? Volt egy idős bácsi, de ez annyira lelkes volt. Nagyon lelkes, hogy még beálltak elő, és még... De egy igazi angol gentleman volt. Igen, egy ilyen... Szépen felöltözve. Igen, egy ilyen angol úriember, vagy 60-as éveiben járhatott. Annyira lelkes volt, és ott szurkolt, hogy neki egy csodálatos este volt, azt mondta, hogy nagyon tetszett neki. Tényleg, meg is ölelt a végén. Nagyon tetszett neki. Elkábráztattuk egy angol gentlemant. Jó volt. Hát egy kis jó éjszakát. Várj, de még könyvámat hozol azért, nagyszerű dolog. Köszönöm. Egy igazi dolog. Egy igazi dolog, hogy rólad nem elaludni, nem? Rólad te az utat? Ja, azt hiszem. Igen. Aztán erről majd 170-nel megyünk. Közelebb Birmingham-be lépünk fel. Két hét múlva. Kedvencem. Kedvenc magyar énekesem. Így van, Charlie legyen.